lesznek az emberek. Kövek, csiszolatlan kövek, vajon mi lesz belőletek? Mi sors vár rátok, míg a mester kezeibe vesz? Mert kutató tekintete észrevesz minden átalakulást, ami ért annyi éven át, amit tömegetek a hasznos munkára vár. Mert a köveknek is vannak megbizatásuk, egyesek útburkolatnak morzsolnak össze, mások családi hord alapját képezik, s rájuk épített templomból Isten dicsőítik. Kövek, a természet csodás világában, rólatok szökkél nagyokat az erge, búvó patakok halkló csanással sodornak benneteket messze, messze. S ti szenvedő sorsotokat szolgai lelkülettel tűritek, viselitek, még végső kalapáccsal az alkotó át nem formál benneteket. Kövek, hány küszöböt faragtak belőletek, díszei lettetek ékes palotáknak, s még Isten napsugara reátok mosolygott, tanúi voltatok az évszázadoknak. Kövek, élő kövek, a nagymester élő bizonyságai, beszéljétek a múltat, hirdessétek a jelent, tápláljátok a jövőt, alkotásaiban éljen bennetek a teremtő szeretet. Kövek, Isten élő kövei, kiáltsatok, még szívdobbanástok üt, még a nagymester hívó szavára győzni fog az élet mindenütt. Embertársaim, hozzátok szól az üzenet, néktek beszélnek most a kövek, szilárdok legyetek, Istenre nézzetek, győzzetek, élő kövek legyetek. Igazi pásztor. Egy pásztor vezette hűséggel a nyájat, a 100 juhocska egy gyakorban aludt. Volt eledel, víz és hűvös árnyék, a kies legelőn volt élelem elég. De jött a vész, az ellenség hada, rátört a nyájra, az megijedt, szétfut a sötét éjszakába, idegen utakra, bozótok közé, vagy más akolba jutva. És megtalált sokat, éhesen, szomjasan, a kietlen pusztában szörnyen megriadva, megszámolja a megtalált juhokat. 99, egyet nem talált. Elindult a pásztor keresni az egyet. Hallgatja, figyeli hangját, bégetését, tán lezuhant a mélybe. Ott fetreng, várja a segítőt, hogy meglelje végre. Az igazi pásztor a mélybe leszállt. Összetört testéből folyt a vére, de juhát meglelte, vállára vette, a 100 juhocska együtt lehessen végre. Köszönöm, hogy megkerestél engem. Én voltam a mélyben, igen, aláesve. Fölvettél magadhoz, kebledre öleltél, válladon a veszélyből kimentettél. Legyen hála érte, mindörökké hála. Segíts, hogy maradjak aklodban. Többé el ne menjek, ha riaszt is az ellen. Veled legyek, pásztor, mindörökké veled. Okay.
találok az utamra? Sírt a búsa, sírt a régen, panaszolt a énekében, életharcba indulása idejének kisdiák. Nem tudom, hogy merre menjek, annyi út van a világon, zengték, bonták a szívében bálatos melódiák. Jó is biztos útra lelni, biztos úton útra kelni, biztos útról le nem térni, biztos úton célhoz érni, viharon át, arcon át. Sírt a szív és sírt az ének, míg a célra, míg a biztos útra rátalált. Biztos utam, boldog utam, fényben, ében és borúban, célegyenes keskeny utam, végre megtaláltalak. Hogy bár néha botladozva, mégis bármi roskadozva, élő hittel járjalak. Jézus Krisztus, út és élet, rólad zengjen minden ének. Boldog utam, élő Jézus, mindörökre áldalak. Szeretettel köszöntöm az ügybegyűlteket. Szabó Istvánnak hívnak, és Krasznáról érkeztem. És örülök, hogy újból lehetőségem van, hogy bizonyságot tegyek. Foglalkoztatott az, hogy sok ember azon gondolkozik, hogy megéri egyáltalán kereszténynek lenni, vagy nem. És erről szeretnék beszélni, hogy szerintem megéri. 16 éves voltam, mikor úgy döntöttem, hogy az Úr Jézus Krisztus mellett döntöttem, és ő szerinte akarom élni az életemet. És lehet, hogyha a kívülállók megfigyelik, nagyon sok őszinte keresztény, aki követte az Úr Jézus Krisztus hittel, és mégis az életében Isten megenged bizonyos próbákat. Látunk olyan embereket, akiknek különböző kudarcaik vannak, vagy Isten megengedi mi hívőknek, hogy ugyanúgy betegek legyünk, vagy baleset érjen, ugyanolyan anyagi gondjaink vannak, és még sorolhatnám tovább. Tehát szinte azt mondhatjuk, hogy semmiben sem különbözünk azoktól, akik Isten nélkül élnek. De viszont el szeretnék mondani egy személyes élményt, ami szerintem megéri kereszténynek lenni, és megéri azt, hogy ezt a Bibliát, ami hiszem, hogy Isten szava, hogy e szerint éljek a mindennapokban. Lehet nagyon sokan azt mondják, hogy ez ósdi dolog, és ez már rég idejét múlta, de ez Isten szava, és Isten ismeri legjobban az embert, ismer engemet is, és mindnyájunkat. És nagyon jól tudjuk, hogy Isten tőlünk emberektől nem követel olyat meg, amit ne tudjunk megtenni. Ő nagyon jól ismer minket, és csak azt kéri tőlünk, amit meg tudunk tenni. Nekem nemrég volt egy nagyon csodálatos megtapasztalásom, ugyanakkor ez a megtapasztalás egy nagyon kemény próba volt az életemben, ugyanis szeptember végén Kolozsváron voltak valami vizsgáim, és nagyon jól sikerültek a vizsgák, és nagyon hálás voltam Istennek, köszöntem meg, hogy ilyen sikeresen megsegített a vizsgákon át, és hazajöttem is Krasznára, és édesapámmal elmentünk a lószekére, hogy hozzunk be valami szénát. Ez másik reggel volt. És az történt, hogy hozzáértem a lóhoz, és nem megfelelőképpen, gondolom vannak itt, akik ismerik a lovat, nem szóltam hozzá, nagyon szelíd ló volt, így ismertem, ez volt az egyik probléma, és megrogott úgy, hogy összetört az arcom, teljesen elment az orrom, a szemem, ez a fél arcom elment, és nagyon hirtelen, szinte egyik percre a másikra épp egészséges ember ott volt a halál markában. De Isten ott is velem volt és megsegített. És olyan jó volt megtapasztalni azt, hogy van hitem. És azt, hogy bármi történik velem, tudom, hogy Isten engedi meg. És Isten egy ember életében sem enged meg olyan próbát, amelyikhez ne adjon erőt, hogy túlélje a hite. Lehet, hogy a testünk nem éli túl, de azt el tudom mondani, testvéreim, hogy Isten nekünk olyan hitet képes adni, ami minden körülmények közt kitart. És én hiszem,
és meg vagyok győződve, hogy Isten nekem megbocsájtotta a bűneimet, és ha akkor ott Isten úgy dönt, hogy át kell lépjek ebből az életből a másikra, akkor is békességgel és Istenben vetett hittel megtehettem volna. És úgy gondolom, hogy ez a plusz, amivel mi hívők rendelkezünk, hogy ott, ahol az emberi tudomány, az orvostudomány és minden vége, nekünk még van egy plusz. Tudjuk azt, hogy ez sokkal szebb és sokkal jobb dolog vár ránk ezen a földi világon túl, ha hiszünk Istenben és igyekszünk az ő igéjét megtartani, és az ő igéje szerint élni. Úgy elgondolkoztam, hogy mennyire megéri kereszténynek lenni. A szomszédba nemrég halt meg egy öreg néni, és hát sajnos nem rendezte Istennel a kapcsolatát, és már 86 éves volt, és minden baja volt, szegény, annyira össze volt már kuporodva sok betegségtől, meg mindentől, de annyira félt a haláltól, és annyira ragaszkodott még olyan nyomorúságos állapotban is az élethez. Nekünk keresztényeknek milyen jó az a bizodalom, hogy nekünk van tovább. Ez a földi és nyomorúságos élet, ez csak ideig tart, és utána van valami, valami szebb és jobb. És én azt tudom mondani minden jelenlevőnek, hogy megéri hívőnek lenni, megéri hinni Istenben, mert Isten olyan hitet ad tőlünk, nekünk, hogy bármit elvehetnek tőlünk, elvehetik vagyonunkat, elmehet az egészségünk, elmehet bármi, de ezt az egyet senki, de senki nem tudja elvenni. Szeretném, hogyha mindenkinek ilyen hite lenne. Amen. Thank you.
Láthatóvá lesznek a vak szemek, fölébred a halott. Jézushoz vidd szíved sebét, míg bűnöd ejt rajta, s lelked szennyét, ha még sötét, ő meggyógyítja. Új szívet ad, új életet, odaadja önmagát, s te zenész néki, új éneked, dicső halleluját. Mint is bizonyságot tettem arról, hogy én már lassan 2 éve, hogy én is hívő lehetek, hogy az Úré vagyok, és adott az életemben olyan esemény, amely arra buzdított, hogy én itten ismét bizonyságot kell tegyek az Úr Jézusra. Tavaly elérkezett az idő, hogy beteltek napjaim is elérkezett, hogy megszüljem gyermekem. Hát egy kicsit komplikált volt az egész helyzet. Mikor már az orvosnő azt mondta, hogy vége, elveszítjük, egy picit féltem is, de éreztem, hogy Isten ad erőt, hogy tovább kell menni. És megsegített, és megszületett a Dóra, az ajándék, Isten ajándék. És köszönöm Istennek, hogy megengedte, hogy ilyen érzések lehetnek egy emberben, amit nem gondoltam volna soha, a gyermeke iránt. A másik dolog pedig, hogy csütörtökön volt egy kis műtéti beavatkozásom. Nem azért, hogy én olyan kemény lennék, vagy olyan bátor, de egyáltalán nem féltem. Éreztem, hogy Isten segít és ő vezényel engem is ad nekem erőt. Műtét közben tudtam beszélni az orvossal, és azt mondja nekem, csodálkozva, csodálnak, azt mondja, hogy ilyen bátor vagy. És mondom, nem én vagyok, mondom, Isten lakozik bennem, aki bátorít engem és ad erőt. És mondom, ő benne bízok, és utána meg önben. Nem csak ilyen eseményekkor szerintem kell hálát adni Istennek, vagy bizonyságot tenni róla, hanem a mindennapokban is, hogy érezhessük gondviselését, és azt, hogy itt lehetünk és hálát adhatunk néki, hogy nem kell védekeznünk az árvizektől, a földcsúszamlásoktól. Köszönjük, hogy ilyen nagy és ilyen szeretetre méltó atyánk van. És a Zsoltároknak a 30. versével szeretném befejezni, amit nem tanultam meg, hanem el szeretném olvasni. Hogy zengjén néked és el ne hallgasson felőled a dicséret, Uram, én Istenem, örökké dicsőítlek téged. Amen. Kedves testvérek, kedves gyülekezet, emabilitációs Isten szervünk alkalmára, Isten ígét, a Sámuel próféta 2. könyve 9. részéből fogjuk olvasni. Akinek bibliája van, megkeresheti a Sámuel próféta 2. könyve 9. részét, amelynek a tizenhárom. Megnevezett helyen Isten igéje a következőképpen van megörökítve. Mondta pedig Dávid, maradt-e még valaki a Saul háznépe közül, hogy irgalmasságot cselekedjem ő vele, Jonatánért. Vala pedig Saul házából egy szolga, akinek neve vala Siba, kit Dávidhoz szólítának, és mondta a király néki, te vagy én Siba, felele, én vagyok a te szolgád. Akkor mondta a király, maradt-e még valaki a Saul házanépe közül, hogy cselekedjen vele az Isten irgalmasságát. Felele Siba a királynak, van még Jonatánnak egy fia, ki mind a két lábára sánta. Mondta néki a király, hol van? És mondta Siba a királynak, íme az Ammiel fiának Makírnak házában van Lódebárban. Akkor elküldte Dávid király.